Egy fontos figyelmeztetés ezelőtt a videó előtt, amit olvashattál is már a videó elején, hogy ez a videó sem bármelyik másik videó, amik extrém sportokról szólt, és én extrém sportot űzök, az nem hatalmaz fel senkit arra, hogy hülyeséget csináljon. Magyarul ezek a dolgok, amiket én csinálok, mint például most elmegyek evezni a 10 fokos Balatonba, és majd nyilván, mikor hidegebb lesz, akkor is. Szóval senki ne hivatkozzon arra, hogy ezt tőlem látta, és azért csinálja, mert én csinálom. Jó, el fogom mondani, hogy én hogyan csinálom, de itt most a videó elején felhívom a figyelmedet, hogy semmiképpen nem javaslom neked, hogy utánozzál engem ebben a dologban. Ahogy láthatod, hihetetlenül nagy a köd, tehát alig lehet látni. Tegnap kimentem vitorlázni, arról láthatod, az előző videó erről szól. És volt egy srác, aki szapozott, tehát állva ezett, és arra gondoltam, hogy csinálok én is majd ilyen kis túrát, viszont arra gondoltam, hogy sütni fog a nap, de nem süt a nap. Hanem ezzel szemben baromi nagy a köd. Lejövök most ide a hajóra, mert itt van még a szápnak, ez a stand-up paddle, az állva evezősnek az evezője, ez lemaradt még a hajón. Tehát itt nem akarok most kimenni ebbe a ködbe. Én vitorláztam már egy ilyenbe, a Badacsonyból egészen Balatonboglárig. Hát nem volt még GPS abban az időben. Iránytűvel próbáltam valahogy elevickélni, hallgattam a vonatot a déli parton, meg minden. Nagyon kalandos volt, úgyhogy most inkább evezni fogok. Megvan az evező, irány a víz. Itt vagyok a parton, és nem véletlenül fogalmaztam az előbb úgy, ahogy fogalmaztam. Ugyanis tényleg senki ne csináljon hülyeséget, ne utánozzatok, ez az én választásom, és szeretem ezeket az extrém sportokat. Tudjátok, az extrém azt jelenti, hogy szélsőséges, tehát ez nem az a klasszikus, menjünk el futni a parkba dolog. Szóval, itt van a víz mögöttem, látod, hogy baromira nem lehet látni semmit. Talán itt az öböl másik felén láthatod, mennyire nem. Tehát, ha az ember fogná magát, hogy beevez jó messzire, akkor az esélyes, hogy nem igazán találsz ki. Na, szóval, amit én csinálok, tehát még egyszer, te ne csináljad, amit én csinálok ilyenkor. Most 10 fokos a víz, és van rajtam egy 7 mm-es neoprén gumiruha. Ez búvárruha, látod, itt van a csúkjája is. Tehát igazából ezt leteszteltem tavaly, benn voltam jégtáblák között, itt láthatsz róla egy fényképet, tehát simán tudtam úszni jégtáblák között, anélkül, hogy fáztam volna. Tehát nézzük, hogy néz ki. Tehát van egy neoprén sapka a fejemen, ebbe szoktam különben kájtozni. Akkor van ez a gumiruha, van rajtam egy mentőmellény, ezen kívül van egy 6 mm-es neoprén cipő, és az egészet úgy csinálom, hogy a cipőbe beletűröm, ennek a ruhának van egy belseje, azért, hogy ez egy ilyen kis fogás, hogy belefolyjon a meleg víz a ruhából, mert ezen átmegy a víz, ezen a ruhán felmelegszik, és azt tart melegen. Na, és ez mikor belefolyik a cipőbe, akkor a lábamat is melegen tartja. Ezen kívül van még egy neoprén kesztyűm, most egy 3 mm-es bőséggel elég lesz erre az evezésre, mert most nem leszek folyamatosan vízbe. Persze lehetne fürdeni is, de igazából most nem az a cél. Szóval a célom az, hogy itt part mellett egy kicsit így fedezzem fel a világot. Ez egy kicsit ilyen kalandos dolog. Nem célom az, hogy bemenjek a mélyvízbe. Itt szoktam kájtozni, és tudom, hogy itt körülbelül 2-300 méterig tart a kis víz. Szóval addig úgy néz ki, hogy rendben vagyok és nem vagyok a mélyvízben, de még egyszer kihangsúlyozom, ne utánozzál semmiképpen.
kaland fantasztikus volt, irány most a part, és rohanok haza a szaunába.